Ladies and gentlemen, Habosi Barney, Henry Kettner és Török Ábel. Trió, két órás élő show a 98.6 Manna FM-en minden pénteken 19 órától. Tudjuk, mit csinálsz péntek este. Kicsit más vizekre vezünk, és Berki... Vagy robogunk, Berki... vagy, de azért nem olyan gyorsan, kicsit fékezve. Berki Christianről lesz szó. Nem nagyon terveztük, hogy beszélni fogunk róla, viszont szerintem mindannyian láttátok ezt a büntetőfékezését. Hát az az igazság, hogy eddig engem, megmondom, hogy nem érdekelt a Berki jelenség. Tehát, hogy mindenki tudta, hogy ő abból él, abból... Vigyázz, hogy mit mondasz, tesó, mert beperel. Itt jó. Perelés lesz. Ja. Szóval, jó héten nincs adás. Mindenki tudja, hogy abból tartotta fel, vagy tartja fel magát, hogy polgárpukasz, hogy direkt csinálja. Igen. Tehát, hogy néha jó fej, néha meg direkt átlépi hatszor a határt. Viszont itt van ez a videó, szerintem mindenki látta, aki hallgat minket, és biztos vagy benne, hogy mindenki látta azt a videót. Konkrétan... Mondjuk el, mi a videó. Mondjad. Hát annyi, hogy besorol egy busz elé, és utána megbünteti azzal, hogy lefékez hirtelen. Büntetőfékez. És utána, így van, ez a szakifejezés. Sőt, bocsánat. És utána a buszsofőrt okolja azért, mert nem fékezett. Várjál, nem csak büntetőfékezett, hanem meg is állt. Tehát fékezett, satuzott egyet, megállt, és a buszsofőr meg... Bele is ment egyébként. Belement a buszsofőr, és szerencsére azt hiszem nem történt semmi személyi sérülés, viszont így repkedtek bent az emberek. Igen. A buszon, tehát hogy ezt lehet látni a videóban. És állítja ő is, és a felesége, a jelenlegi felesége is, hogy a buszos volt a hibás, mert a buszos nem fékezett, hanem direkt belemes. Meg tudott volna és ő állni, pedig igen, kanyarodni akart. Ő pedig kanyarodni akart, ha jól tudom. Saját véleményünk szerint ő neki jelenleg nincs igaz. Külső szemmel, igen. Mi így gondoljuk, igen. Elég bűnösnek. A polgárpukkasztás még csak most jön, az egy dolog, hogy megmagyarázták mindenféle módon, hogy nem is. Várjál, milyen módokon? Tehát, hogy azért... Ezt te mondd. Volt egy YouTube videó. Sírni videóba a felesége. Az nem kellett volna. Azt szerintem még tűz, olaj volt a tűzre az a videó. Újabb polgárpukkasztás, hogy ezek után, a vádak után elment ugye nyaralni húsvétra. Hova ment el? A Maldív-szigeteken. És onnan posztolgat, mintha nem történt volna semmi. Meddig lehet ezt húzni? Hát, ezt a jelenséget. Eddig. Szerintem ez most a nagy valószínűsége egy ilyen vonal lesz. Hát de látod, hogy még mindig tud. Oké. Várjál, persze, mert majd mit, hogy két hónap múlva lesz a tárgyalás, de utána meg lehet, hogy nem tud, de ebben nem akarunk belemenni. Viszont mindenki egyetért azzal, hogyha példát akarnak statuálni ugye a törvényhozók, akkor most kell. No, annyival emberibb lenne, hogyha nyilván ő is tisztában azzal, hogy mennyi ilyen megosztó dolgot tesz fel az interneten, meg direkt csinálja. És szerintem ilyenkor az olyan emberi lenne, hogyha tényleg kiállna a nagy közönség elé, és bocsánatot kérne emiatt. A TV2-ben láttam egy műsorban, hogy kijött egy lista, hogy a 10 legkedveltebb magyar sztár, és a 10 legutáltabb magyar sztár. Mindkettőben élvonalban, a top 3-ban volt a Berki. Tehát, hogy a legkedveltebb top 3 volt, és az a legutáltabb jó felmérés. Is. Az jó felmérés. Igen, de hogy ő, ez tökéletesen tükrözi, hogy mit csinál. Tehát, hogy van valaki, aki szereti, mert hogy elhiszi meg, hogy lehet, hogy poénosnak tartja, vagy lehet úgy van vele, hogy ez... Egy valamit biztos, hogy tud, az pedig a nézettséget generálni. Így van. Az biztos, hogy tud. Ilyen nézettség nem kéne. Ez nem kéne. Sajnos, de... Én amikor beszéltünk a való világról az egyik adásban, ugyanez volt, ugyanígy beszéltünk. Tehát, hogy nem ítéltük el teljesen, elmondtuk, hogy nem áll közel annyira hozzánk. Nem kéne. Egyáltalán nem áll de közel. De én azóta kapom az üzeneteket, hogy na mi van, megszóltad a való világot? Na majd halod? Most mennyit kapunk? Na... Lehet, hogy ezért kaptad a koronát is. Lehet. Rám küldték átkot. Ez a Trió, a péntek esti show. Srácok, egy mafiózóról és egy youtuberről fogunk beszélni. Ti mafiózók vagytok, miközben youtuberek vagytok? Persze. Vagy? Ja, jó. De akkor is, hogyha nem. Nem mi játszunk itt, hogy Olaszországból jöttünk, meg tudunk 5 nyelven, szóval egy ilyen suspicious ember van. És mafiózó volt a youtuber? Igen, na mindjárt elmondom. Tehát Mark Ferenc Claude Bayert, nem túl olaszosan. Még egyszer, léci. Mark Ferenc Claude Bayert. Most egy picit spanyolosan. Mark Ferenc Claude Bayert. És franciásan. Mark Ferenc Claude Bayert. Jó, és spanyolosan is vége. Na jó, adjuk. A férfi a videó megosztón azt mutatta be, hogyan kell igazán olaszos tésztaételeket főzni. Bayert szándékosan ügyelt arra, hogy az arcát nem utassa a felvételeken, de végül mégis lebukott, miután a karján lévő tetoválásai alapján azonosítani tudták őt. A férfit végül egy nagyobb akció keretében az Interpol emberei kapták el. Hogy lehet annyira gyökér, hogy köröznek,
És YouTube-ra videókat. Azt én sem értem. De egyébként, srácok, hova menekülnétek, hogyha szökésbe lennétek? Haza, anyához. Ott tuti nem keresnek. Nem az az első. biztos nem keresnék. Erről beszéltünk már. Ott nincs kiadatás. Egy podcastben beszéltünk már erről, pont az a világ legdurább börtöneiről beszéltünk, és ugyanerről, hogyha szökésbe lennénk, akkor hova mennénk. Én ott ugyanúgy a karib tengert mondtam. És te kis Jack Sparrow. Amúgy szerintem biztos, hogy vannak olyan külön egységek, akik direkt azt az egy környéket ássák, kutatják, hogy mennyi bűnöző. De ugye van, nincs kiadatás, ezt mondta, hogy sok ország van, ahol hát nem nincs, az. De azért a számolnod kell, hogy biztos azért tudják, hogy te valószínűleg oda mennél. Persze, viszont, hogyha tényleg ott valahogy bekerülsz az ottani börtönbe, akkor rosszabbul jársz, mint hogy magyar börtönbe kerültél volna be. Úgyhogy nem biztos, hogy olyan jó. Ha bekerülsz a börtönbe, és mondjuk menekülés közben nem történik rosszabb dolog. Ez a Trió, a péntek esti show. Egyetlen egyszer bementünk egy kaszinóba, amikor annyidősek lettünk, hogy bemehetünk, és volt mellettünk egy kínai úriember, milyen 200 forint, tényleg csak az élményére mentünk, 200 forintokat tettünk fel. Nem röhögtek ki? Nem, csomóan így csinálták. 200 forintokat raktunk fel a ruletre, mellettem a kínai úriember, ilyen téglalap alakú zsetonjai voltak, nem is ilyen kicsik, mint nekünk. Igen. És az 1 millió forint rá volt írva, 1 millió forintos zsetonokat így dobálta. Ez a 25-ösre, én a pirosra alig menem ráraknom, 50-50% az esély. Ezt a 25-ösre, ezt a 32-esre, ezt a nullásra, és 1 milliósokat így dobta. De ilyenek az asztalokat nem választják külön? Nem. Be tudsz ülni. Hát külön úgy van, hogy van egy minimum. Tehát minden asztalnál van, hogy 500 forinttól 5 millióig. 50 ezer forint, 5 millióig. Mi beültünk a 200 forinttól, nem tudom hány, ott is 1-2 millióig azért volt, és akkor dobált az 1 millió zsetont. Senkit nem bíztatunk egyébként szerencsejátékra. Nem, sőt. Akartam mondani, hogy nem. Ne szerencsejátékozatok. És mafiózóként ne töltsetek fel YouTube videót. Igen, hanem inkább bujkáljatok. Ez a Trió, a péntek esti show. A halott pénz, mint név, az nektek honnan jött? Ez egy póker kifejezés alapvetően, hogy dead money, ezt mondjuk így ülünk egy asztalnál, és ezt gyakorlatilag arra játékosra használják a pókerbe, akiről a többi játékos azt gondolja, hogy annak nincs esélye nyerni. Komolyan? Azt szoktam pókerezni, ez új. Ezt én sem tanultam valamit. Ezt úgy hívják, és azért gyakorlatilag dead money-nak hívják. Ahogy csak beteszi, és az ő zsetonjait, igen. Tehát, hogy az úgy gyakorlatilag akkor úgy leves. De ez az igazság, hogy ebben nekem azt tetszett ebbe a dologba, hogy a filozófiai hátterét, hogy elmondjam, hogy ez nem egy tény szituáció feltétlenül, hanem ez inkább egy érzés, vagy egy feltételezés, hogy sok ember azt gondolja mondjuk rólad, hogy te nem tudod azt megcsinálni, vagy nem tudsz nyerni. Ez az egyik, a másik meg akkoriban elég sok ilyen, mindenféle ilyen gettó filmet néztem, és akkor a gettóba hívták Dead Money-nak amúgy a pénzt, mert hogy halott elnökök képei vannak rajta Amerikában, ez meg a másik. Oh. Meg egyébként a közgázra jártam, és akkor gondoltam, hogy ez így vicces lesz. Ez tök jó. Engem az érdekelne még, hogy előző héten a Follow the Flow-ból Furacsé volt a vendégünk, és ő azt mondta, hogy most nagyon sok zenész a jelenlegi helyzetre tekintve úgy gondolja, hogy nem biztos, hogy megéri zenét gyártani most. Mert ugye most nincsenek koncertek, nincsenek fellépések. Neked erről mi a véleményed? Azt gondolom, hogy amit mindig is gondoltam, hogy azért túl gondolni nem szabad mindent. Tehát itt én azt éreztem, hogy amit tudunk csinálni, azt csináljuk. És ezért hozunk ki egy új lemezt, gyakorlatilag 9 új dallal most ebbe a hónapba. Most jött ki tegnap a második, harmadik vasárnap jön ki. Egyszerűen azt éreztem, hogy évek óta nem volt olyan, hogy ennyi időt stúdióba tudtam, vagy tudtunk volna lenni. Ha ez egy lehetőség bármire, akkor arra, hogy csináljunk új dalokat, mert gyakorlatilag az elmúlt 10 évben egy turnébuszba laktam. Uh-huh. És most azt éreztem, hogy de jó lesz a stúdióba lakni. És gyakorlatilag nagyon-nagyon felszabadító volt, és az, hogy egy album formátumon tudtam dolgozni, az úgy, mint dalszerzőnek egy óriási szabadság volt, és ezt a részét nagyon élveztem. És az, hogy most ez hogy sül el, mennyire lesznek koncertek, ezt majd nyilván eldönti az élet, de én most eléggé bízok abban, hogy a nyáron már lesznek koncertek. Jó ezt hallani, hogy nem alkotói válságban otthon ültél, és akkor milyen rossz az egész. Voltak hullámvölgyeim, ez egyértelmű, de... Kinek nem azért most. Persze. De jó ezt hallani. Ti inkább a saját koncerteket szeretitek, mondjuk egy Budapest arénába, vagy inkább ez a fesztivál feeling az, ami így jobban tetszik nektek? Mind a kettőt, meg ebben a helyzetben gyakorlatilag mindegyikre nagyon-nagyon vágyunk. Mindegyikben más lehet kihozni. Egy fesztiválos jellegű koncerten egyszerűen annyira
felszabadító a hangulat, miközben mondjuk egy saját arénás koncerten meg az van, hogy elő tudunk húzni olyan dalokat, amit amúgy mondjuk fesztiválon meg nem tudunk játszani, mert nincs annyi idő, aha, vagy nem olyan az egész feeling, viszont mondjuk egy arénából elő tudunk húzni egy csavarral mondjuk egy 5 éves dalt, egy lassú dalt, egy vendéggel, stb. Tehát, hogy sokkal többet tudunk adott esetben extrázni, viszont egy fesztiválon meg egyszerűen a hangulat, a vibe, uh-huh, ami alapból ott van a színpad körül, az brutál jó. Szóval mindegyiknek megvan a... És a park egyébként meg mindennek az egyvelege, az olyan, mint egy fesztivál, meg egy saját klubkoncert. Ez egy külön bolygó szerintem az országban. Nekem az, hogy bejelentkezhetnék, tudod, hogy lakhelyem, akkor lehet, hogy... Ez a Trió, a péntek esti show. Gábor, készültünk neked is villámkérdésekkel, ezek főleg arra vannak, hogy nagyon gyorsan válaszolsz rájuk, kicsit lelazulunk. Megismerünk téged egy picit jobban. A lényeg, hogy rögtön válaszol rá, ami eszedbe jut. Körülbelül egy percet lesz mindenre. Oké. Mi a legnagyobb álmod? Visszamenni az Antarktiszra, és van egy olyan expedíció, amit még soha senki nem csinált, az egyik parttól hátkelni a másik partig, ez egy nagyobbok 2850 kilométer, 4 hónap, és 2 évvel ezelőtt, amikor én ott voltam, akkor erre megkaptam az engedélyt, úgyhogy... Mondjuk ilyet még senki nem gondolt. Úgyhogy ez meglepő. Hiteles, el tudod hinni, hogy ez lesz. Igen, hát meglepődtem. Ez nagyon komoly. Melyik 3 emberrel töltöd a legtöbb időt? Hát családtagok, leginkább családtagok. Melyik 3 tulajdonságodra vagy a legbüszkébb? Kitartó vagyok. Jó, igen, ez azért nem tudjuk. Igen, viszonylag gyorsan tudok váltani, hogyha mélyre kerülök, tehát van ez persze, hogy pár perc van az, hogy pár nap, de a helyzettől függően viszonylag megtalálom a kiutat belőle, illetve hogyha a nyomás alatt vagyok, akkor lehiggadok, sokkal jobban tudok koncentrálni. Mi az, amire szerinted soha nem leszel képes? Hát mondjuk egy teltházas koncertet megtartani. Ez jó. Ha választhatnál, milyen állat lennél legszívesebben és miért? Talán valamilyen madár lennék, sirály, vagy ilyesmi. Igen? Azt hittem, hogy valami hal inkább, vagy valami vízi állat, de nem. Hal az biztos nem, de inkább madár, ami tudod, független ettől a 2 dimenziótól, amiben mi vagyunk. De én kajakoztam 9 évig, és... Rajtad látszik is. Most nem, mert most egy hasmenéses járvány után vagyok, de azért köszönöm. Szóval kajakoztam 9 évig, és még régen, tehát gyerek voltam, és volt, hogy tengeren volt edzőtáborunk. És egyetlen egyszer előfordult az, hogy egy szigetre kellett átkajakozni, és ott hagyott az edzőm. Egyedül maradtam a kajakba, és a sziget olyan messze volt, hogy már nem láttam a partokat. És azóta nekem, nem tudom, nem víziszony, mert nincs víziszony, imádom a vizet, de hogy azóta én félek attól a jelenségtől, hogyha ülök egy hajóban, egy kicsi hajóban, és nem látom a partot, hogy ezt te hogy? Tehát nálad ilyen nincsen? Egyszer se volt egy olyan érzés, vagy milyen mélypontokra akarok kiukadni, hogy milyen mélypontokon mész keresztül, amikor mondjuk benn vagy a semmi közepén, tudod, hogy órákra, akár 10 órára van a segítség, ha bármi van, ez hogy dolgozott fel, vagy ez esetben se jut? De ez előtte már hetekkel, mert csak ezzel álmodsz, csak ez van a fejedben, és készülsz arra pár órára, vagy 1-2 napra, amikor tényleg elszakadsz a szárazföldtől, és az mentálisan nyilván, tehát nekem függetlenül attól, hogy van 6 óceán átkelésem, szóval azért gyakran voltam távol a partra. Ja, érdekes fogalom egyébként. De így, tehát ezt nem lehet megszokni. Tehát meg lehet tanulni benne a rutint, hogy akkor jó, most koncentrálsz jobban 2 napig, amíg átmész lelkileg ezen a folyamaton, de megszokni nem lehet. Szóval ez így, nyilván az ember a szárazföldre van kitalálva, és az, amit éreztél, azt az összes hajó szerintem nagy részt érzi, mert így működik az ember. És milyenek az éjszakák egyébként most? Tehát, hogy itt a fényszennyezésben, én mondjuk egy Budapesten, nem olyan az ég, mint mondjuk ott. Milyen lett az óceán? Láttál már valami különleges jelenséget, vagy hogy néz ki egy éjszaka az óceán közepén? Hát igen, itt nagyrészt a holdat látjuk, hogyha fent van körülbelül, de odakint meg nagyjából 200 kilométerre már nincsen fényszennyezés, tehát ott semmi. És akkor, hogyha nagyon ismered a csillagokat, akkor is zavarba kerülsz, mert annyi van, hogy hihetetlen. Tehát nem azt mondom, hogy lehetne olvasni a fényüknél, de nincsen sötét az óceán, hanem kifejezetten világos van. Következő nagy cél? Következő nagy cél most a hónap végén lesz, én amúgy viszonylag sokat futok, ezek ilyen hosszabb távok, ultratávok, tehát ilyen van benne 100-200 kilométer is. Az, hogy nem merem megkezdeni napon. Mert 5 kilométertől a Margit szigeten én büszke vagyok, hogy én fiú alatt lefutom, és meghaltam. Hát sebességfüggő, néha én is meghalok 5 kilométertől, hogy eléggé nyomom. Én nem. De
De minden esetre most két évvel ezelőtt egy nagyon jó barátommal, az Ötös Ádámmal átfutottuk Magyarországot, tehát így a legkeletibb ponttól a legnyugatibb pontig, és akkor az... Délre hazaértetek, nem? Hát az 8,5 nap volt, úgyhogy én most megpróbálok lemenni 7 nap alá, úgyhogy lesz egy ilyen ország átfutás, ez most 29. és 6-a között. Az apropója az, hogy a magyar sportnapja lesz 6-án, és az lesz a célba érés. Aztán meg, hogyha minden jól megy, akkor évvégén megyek vissza, és akkor újra nekiállok ennek az evezésnek, hogy nehogy így maradjon. Ladies and gentlemen, Habosi Barné, Henry Kettner és Török Ábel. Trió, két órás élő show a 98.6 Manna FM-en minden pénteken 19 órától. Tudjuk, mit csinálsz péntek este.